Az elmúlt 20 évben folyamatos, nagy léptékű fejlődésen ment keresztül Sényő községe. Ennek egyik újabb mérföldkövéhez érkeztek az idősek nappali ellátójának megépítésével. A 87 millió forintos beruházás idén áprilisban kezdődött, október 31-én megtörtént a műszaki átadás, most pedig ténylegesen birtokba vehették a sényői idősek. Őket eddig a szociális alapellátáshoz tartozó épületek tudták fogadni. Valamennyi épület, ami eddig ide tartozott a Szociális Szolgáltató Központhoz, az mind régi épületnek a felújítása volt. Ez viszont egy zöldmezős beruházás a TOP pályázaton belül, és itt már minden olyan dolog, ami kellett, vagy kell a napköziseknek, akik napközben jönnek ide, minden biztosított számukra, úgy a pihenőhely, úgy az étkezési hely, úgy a vizes blokkok, tehát minden 21. század. A kisebb helységek kényelmes bútorokkal állnak az idősek rendelkezésére, ha pihenni szeretnének, míg egy tágas terem a közösségi élethez és a különböző programok megvalósításához biztosít helyszínt. Ezt a fejlesztést a helyiek igényei szerint valósították meg. Dugjuk össze a fejünket és a tudásunkat a települések, hogy hogy lehet egy rendelkezésre álló forrást optimálisan elkölteni. Ez azért van értelme ezeknek az egyeztetéseknek, mert beszélgetéseknek, mert például nincs értelme ipari parkot építeni Sényőn, mert annak lehet, hogy nincsen annyi hozadéka, mint itt a település polgármestere, képviselőtestület tagok és maga a település polgárai által igényelt egyéb beruházásoknak. És hál' Istennek, amit a polgármester úrék megálmodtak, azt egy sikeres pályázattal be tudtak nyújtani, és eredményes pályázatot tudtak elérni. Egy felmérés szerint a magyar nyugdíjasoknak a közösségi élet hiányzik a legjobban. A sényői idősek számára ez a modern 21. századi épület kiváló lehetőséget biztosít majd a következő években a számukra érdekes programok megvalósításához.